A jövő falka vezéreit képzik a Diósgyőri várnál, újra elindult a kutyásnak közistábor. A fiatalok két turnusban kutyakiképzők segítségével sajátítják el a fegyelmezés alapjait, a tanultakat pedig a hétvégén be is mutatják. A Diósgyőri vár egészen nyár végéig kínál táborokat. Csak egy marad! Elmest, Anna. Jössz vissza, mikor visszaérsz, akkor klikkelsz. Dávid és Luna közt szinte teljes az összhang. Nem csoda, hisz a 3 és fél éves Golden Retriever képzése már régóta tart. Ez több cél elérésére is alkalmas a kutyákkal. Én például azt a célt szeretném elérni, hogy Luna a kutyám tudja, hogy én vagyok a magasabb rendű. Itt csak minden tanultunk, ez egy egyhetes program. A szemkontaktust tanították meg elsőként a kiképzők, ez ugyanis mindennek az alapja. Tappancs esetében a póráz nélküli séta elérése a cél. A 7 éves Ebis sokat fejlődött a kezdetek óta. Már 4 éve ide járunk, nagyon szeretjük, mindig tanulunk valami újat, és szerettem volna, ha Tappancs ezen a nyáron is fejlődhet sokat. A miskolci ebnevelde kiképzői saját kutyáikat is elhozták annak, aki 4 lábú nélkül érkezett. Képzésük alapja klikker, azon belül is az úgynevezett formálásos technikát sajátíthatják el a gyerekek. Amit még meg lehet tanulni, az az, hogy hogyan legyünk tudatos gazdik. Ez nagyon fontos ugye számunkra, hogyan legyenek ők falka vezérek, úgymond, hogy hogyan tudják irányítani a kutyájukat, milyen módon kell őket ellátni, hogyan kell ápolni őket. A tábor további előnye, hogy a kutyák itt megtanulnak közösségben viselkedni. A Diósgyőri vár kutyás napköziét 5. alkalommal rendezik meg. A Miskolci Kulturális Központ a nyári szünet teljes ideje alatt egészen augusztus végéig kínál táborokat. Itt a Diósgyőri várban és a lovagi tornák terén 3 féle tábort indítunk, és ezekből 2-2 turnus is indul, mert hogy annyira népszerűek. A kutyás napközi 2. turnusa július végén, míg a nagy sikerű váratábor 1. turnusa július közepén kezdődik. A harcászat iránt érdeklődő fiatalok idén is a lovasi ijász táborban kapcsolódhatnak ki augusztus végén.